Szeretettel köszöntök mindenkit az új egészségügyi központ épületének ünnepélyes átadóján. Rendezvényünk kezdetén kérem fogadják sok szeretettel rövid műsorunkat. Elsőként a Csengelei Ifjúsági Mazsoret csoport fog táncolni, majd őket pedig a Régi Dalok Őrzőinek műsora követi. Fogadják őket szeretettel. Is a dear never.
Engedjék meg, hogy külön köszöntsem Kakas Bélát, a Csongrád megyei közgyűlés elnökét, Gémes Lászlót, a Csongrád megyei közgyűlés Fidesz frakció vezetőjét, dr. Juhász Tünde kormány megbízott asszonyt, dr. Szalai Gabriellát, járási hivatalvezetőt, Kovács Zoltán plébános urat, környékbeli települések polgármestereit, képviselőtestületünk tagjait és minden kedves megjelentet. Ezek után pedig szeretném megkérni Kakas Bélát, a Csongrád megyei közgyűlés elnökét beszéde megtartására. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim! Kedves kormány megbízott asszony, frakcióvezető, polgármester úr, képviselő, polgármestertársak, illetiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit. Tulajdonképpen hazajárunk. Én nekem ez a negyedik ilyen átadás csengelén, és mindig azt szoktam mondani, hogy ez a kis ékszerdoboz, ez a jóisten kegyeltje, hiszen mindig napsütésre jövünk, akármilyen rossz idő most is, akkor kivárja a programunkat. És teszi ezt azért, mert mosolyog, hogyha csengelére néz a jóisten. Miért is mosolyog? Azért, mert ez a település ez soha nem látott fejlődésen megy keresztül, és amikor a területi operatív program ugye a megye koordinációjával elindult, akkor egy olyan közös munka kezdődött el, amiben feltételeztük azt, hogy a települések pontosan tudják, hogy mit szeretnének. Ja, hogy ez nem automatikus, hát persze, hogy nem. Meg kellett nézni, hogy mekkora a forrásallokáció, mik azok a prioritások, amik egy operatív programban megvalósítható, és illeszteni kellett a település vágyaihoz, céljaihoz. Tehát egy nagyon komoly építő munka indult el, és ez az építő munka, hölgyeim és uraim, célegyenesben van. És nem csak Csengele, a homokháti települések, vagy akár a hármas választókerület települései gyönyörű munkát végeztek. 73 milliárd forintjuk Csongrád megyére. Ebből Szeged elvisz 30 milliárdot, számon kérjük tőle, mire költi. Kódmezővására elvisz 10-et, és a megyének mindösszesen 29,2 milliárd jutott. Az elején úgy volt, hogy 40 milliárdra gazdálkodhatunk, és aztán jött az első, nem azt mondom, hogy pofon, de nekünk az volt, hogy 10 milliárdról le kellett mondani, és ebből kell gazdálkodni. És el kell számolnunk majd ezzel a pénzzel, hogy jóra költöttük-e. Nehogy az a vár érje minket, hogy díszburkolatokra még 40 centis kilátóra költöttük. Nem. Tehát erre nagyon komolyan odafigyeltünk, és az együttműködés, az együttgondolkodás a polgármesterekkel, képviselőtestületekkel, a szakemberekkel eljutott oda, hogy a polgármesterek automatikusan menedzser szemléletű, innovatív emberek már, ez az elvárás mostanában, a képviselők együtt gondolkodnak vele, és egy olyan célt tudnak kitűzni, ami egy fejlődési ív, és mindez integrálva van egy országos nemzetépítő programhoz. Ennél szebbet átélni, hogy a tervek, a közös célok megvalósítása egy nemzetépítő dimenzióval tud megvalósulni, ez egy csodálatos dolog. Mi a megyén ezt éljük át, ezt a feladatot kaptuk, egy megye fejlesztése, felvilágoztatása, és nyilván álmodjuk már a jövőképet, és én azt gondolom, hogy a 14-20-as ciklusnak a feladatai teljesítve büszkén tehetjük le az asztalra ezeket az eredményeket.
büszkén tehetjük le önökkel és a többi településsel, aki hasonló színvonalon tudott fejleszteni. Hölgyeim és uraim, ez az egészségközpont, ahol az életminőség javító intézkedések fogalmazódnak meg, a lakosság megtartó erejét képviselő település gondoskodik csak ilyen precízen ezzel a szolgáltatással, és emellett ugye látjuk, hogy a polgármester hivatal megújul, látjuk azt, hogy csapadékvizelvezetésben dolgozik, energetikai gondolatok, ami a zöld gondolkodás, a klímatudatos gondolkodás is, a fenntartható fejlődést tetten érhető. Ennél szebbet, ennél jobbat nem tudok a településről elmondani. Én azt kívánom, hogy legyenek büszkék erre, a ciklusra is csak így tovább. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, és Gémes László is szeretné gondolatait megosztani velünk. Kedves kormánybizott asszony, elnök úr, kedves polgármester úr, plébános úr, hivatalvezető asszony, kedves csengeléjek és minden meghívott vendég. Először is szeretném Farkas Sándor országgyűlési képviselő úr, államtitkár úr üdvözletét átadni. Ő egy másik rendezvényen kell, hogy helytálljon, és megkérte arra, hogy üdvözöljem önöket az ő nevében. Másodszorban pedig képviselő úr és miniszterelnök úrnak szeretném a köszönetét átadni, amelyet a május 26-ai választáson a Csengele úgymond letett az asztalra, mind a részvételi arányban, mind a sikerhez mindenféle segítség hozzáadásában. Én azt gondolom, hogy Csengele megint bizonyította azt, hogy a magyar nemzethez mennyire hű és mennyire magyarok élnek itt a településen. Harmadszor pedig, mivel három magyar igazság, egy újabb épület átadóján vagyunk, egy megújult intézménynél. Én már második ciklusban vagyok megyei képviselő és kistelepülési polgármesterként büszkén tudom képviselni a kistelepüléseket, és az első ciklusnak a második felében a településfejlesztési koncepciót raktuk össze, és a mostani ciklusnak pedig az elején már, ahogy elnök úr is említette, a forrásokat próbáltuk rendezni, ezért a települési polgármesterekkel leültünk, és megkérdeztük, hogy ugye mit is szeretnének. Hát polgármester úr az azt mondta, hogy frakcióvezető úr csöngöl, én ezt az épületet fel kell újítani. És hát erre sok mindent nem tudtunk mondani, csak azt, hogy parancs értettem. És így sikerült ezt a jogcímet 37 kedvezményezett településsel létrehozni, és ebből a jogcímből sikerült Csöngölének úgymond megnyerni ezt a beruházásod a fejlesztési forrást. Hát ilyenkor mindig azt szoktuk mondani, hogy jó egészséget és sok sikert a használathoz. Itt az egészség szót hangsúlyoznám, hiszen ez egy egészségház. És igazán én azt kívánom, és ugye a polgármester úr mondta, hogy a csengeleiek annyit sokat dolgoznak, hogy nem is érnek rá betegek lenni, hogy azért amikor csak eljönnek, akkor doktornővel beszélgessenek, viszont azon férfi társaimat is kérem, akik esetleg egy kis segítségre szorulnak, bátran forduljanak hozzá, hiszen a tanácsadót, a gyermekvédelmit azt meg kell tölteni Csengelén mindig, úgyhogy azt kívánom, hogy a védenői szolgálatnál ott minél több kismama, minél több csecsemő és minél több fiatal gyermek legyen, hogy Csengele még népesebb és hosszú távon fennmaradjon. Én büszke vagyok megyei képviselőként, hogy ilyen települést is képviselhetek. Én azt kívánom önöknek, hogy legyenek önök is büszkék a polgármesterükre, legyenek büszkék saját magukra, legyenek büszkék a településekre, településükre, hiszen Csengele az önöké, és Csengelének komoly szerepe van ebben a megyében. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen ezeket a szép gondolatokat, és most pedig dr. Juhász Tünde szeretne néhány szót szólni. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves mindannyiukat. Mikor polgármester úr ide hívott, azt mondta, hogy nem kell beszédet mondanom. Mikor már ide értem erre a pulpitusszerű bejárathoz, akkor már három mondatot kért. Örömmel teljesítem a kérését, és azon gondolkodtam, hogy polgármester úr mindenképpen egy sajátos műfajt teremtett meg Csongrád megye település vezetésében. Ez a magunk dicséretét sok más emberre bízzuk. Jelmondattal tudnám megfogalmazni. Nem tudok mást mondani, mint azt, amit a Jóisten is üzen most önöknek, hogy Csengelére süt a nap. Tehát a mai napon a megye legtöbb részén özönvízszerű esőzés volt. Nagyjából reménytelennek tűnt ez a nap, hogy itt hogy ma ez még kisüt, de lám, eljöttünk Csengelére, és kisütött a nap.
Tehát azt kell, hogy gondoljam, hogy itt valami speciális képesség, speciális tudás, speciális elszántság, akarat, értékteremtés, tehát valami különlegesség van. Én néhány héttel ezelőtt is azt mondtam, hogy legyenek nagyon büszkék magukra, mert megérdemlik a dicséretet, megérdemlik azt, hogy büszke csengeleiként újabb összefogásban, újabb értékteremtésben, egy újabb épületfelújítási átadáson gratuláljunk önöknek. Én köszönöm szépen ezt az elszántságot, én kívánom, hogy a jövőben is legalább ilyen erővel és egészséggel álljanak össze, és hát nyilván ez az esztendő tartogat még döntési lehetőséget, és én bízom benne, hogy akkor is csengelére fog sütni a nap. Ehhez kívánok jó erőt és egészséget, kedves mindenkinek. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük. Ezek után pedig szeretném felkérni Kormányos Sándor polgármester urat beszéde megtartására. Nagyon szépen köszönöm. Kedves vendégeink, frakcióvezető úr, kormány megbízott asszony, elnök úr, mindenki, orvosi rendelő, énekeseink, csengeleiek, képviselőtestületünk tagjai, nézek körbe. Olyan fantasztikus dolog ezt látni. Higgyék el, és higgyétek el, ahogy kormány megbízott asszony mondta, egy fél órával ezelőtt, vagy egy órával ezelőtt még nem hittük, hisz itt egy szép nagy tó állt az előbb, még, mielőtt el nem kezdtünk. De igen, Csengelén szeretnénk valamit, és nagyon szépen köszönjük, hogy olyan fülekbe tudjuk ezt a kéréseinket elmondani, akik hajlandók bennünket meghallgatni, és miután meghallgattak, segítséget nyújtottak, utána mi már tesszük a dolgunkat. Elnök úr, köszönjük szépen! Csengelén egy új, jelentős lépést tettünk meg az igazán élhető falu irányába. De mit is jelent igazán élhető faluban élni, lakni? Az ember életében több biztos pont van. Az egyik, hogy megszületünk. A születés előkészítése és utána a kismamák, majd a gyermekek gondozása az épület védőnői oldalához köthető. A másik oldal a házi orvosunk oldala, ahol a gyógyítás és egyéb egészségügyel kapcsolatos ügyintézéssel fognak majd zajlani. Az épület, amit mi egészségügyi központnak hívunk, nagy hiány pótolt kisfalunkban. Az egészségház tiszta, szép, de sajnos már idejét mód épület volt. Ahogyan többször megfogalmaztam, az ablakot három ember takarította. Az egyik fogta, ki ne essen, a második takarított, a harmadik vigyázott a kettő munkájára, hogy nehogy valami rossz történjen velük. Renáta doktornő, házi orvosi praxisa, mint ezt mindenki nagyon jól tudja, helyileg nem itt volt. Egy átalakított magánházban. Önkormányzatunk folyamatosan kereste a lehetőségeket, és a TOP, a területi operatív program által nyújtott pályázat meg is hozta a várva várt fejlesztést. Megépülhetett az új orvosi rendelő is. Képviselőtestületünk úgy döntött, már a tervezés időszakában nem a minimum követelményekhez igazodunk, hanem házi orvosunkkal egyeztetve egy igazi 21. századi épületet hozunk létre. Az ehhez szükséges plusz 15 millió forintos forrást önkormányzatunk, képviselőtestületünk biztosította. Azt hiszem ez a pillanatban a beszédben megállok, és egy tapsot kérnék képviselőtestületünknek, higgyék el, hogy nagyon nagy dolog ez egy falu életében. Hogy ezt így a legelején így. Köszönöm nektek. Az orvosi eszközök egy része és a védőnői eszközök beszerzésének teljes egésze a projekt része volt. De mi is épült? Orvosi rendelő, kezelő, elkülönítő, váró, pihenőszoba, ebédlő, mozgáskorlátozott és normál WC, védőnői rendelő, váró, pelenkázó, közlekedő, kisgyermekkezelő, kiszolgáló helység, külön mozgáskorlátozott és normál WC, modern kazánház, a jelenleg a legmodernebb padlófűtés technológiával gázfűtésre alapozva. A nyílászárok három rétegűek, a falak, födém, az ajzat 20 cm hőszigetelés fed. Tehát úgy gondolom,
adott minden ahhoz, hogy a modern orvostudomány gyakorlása ne ütközzen semmi problémába Csengelén. Kívánom, hogy ez az épület legalább annyi ideig szolgáljon a csengelejek egészségét, mint az elődje, de legalábbis 50 évig. Isten áldja Csengelét! És engedjék meg, hogy a hivatalos köszöntő után nálunk már egy bevett szokás az, hogy mindenkit, aki kapcsolatba került velünk és segített bennünket abban, hogy a munkánk előre haladjon, azzal egy meleg kézfogással és a szemébenézéssel ezt megköszönjük. Így történne ez most is, és nagyon nagy örömemre szolgál, hogy egy egészen hosszú sort sikerült összeírnunk a teljesség igénye nélkül. Legelőször is szeretném megköszönni Farkas Sándornak és Laci rajtad keresztül, légy szíves, Gémes Lászlónak, nagyon szépen köszönjük a magyar kormánynak a támogatását, nagyon köszönjük a pozitív hozzáállást az elképzeléseinkhez, és nagyon bízom benne, hogy még nagyon sokszor kopogtathatunk nálatok, és nagyon sokszor találunk még a magyar kormány részéről jó, meghalló, problémát meghalló füleket. Köszönöm szépen! Következő vendégünk, akit szeretnék ide kérni, Kakas Béla, a Csongorád megyei közgyűlésnek az elnöke. Béla, nagyon szépen köszönjük a munkádat. Minden tiszteletem az övé, ezt az embert úgy kell megnézni, hogy próbált ugye 60 fölötti polgármesternél egyengetni ennek a sorsát, hogy ki nagyobbat, ki még nagyobbat szeretne, kicsit senki se szeretett volna, és ebben a kicsit bonyolult világban kellett bennünket összefogni. Minden tiszteletem azért, aki a polgármestereket próbálja abba az irányba terelgetni, hogy ki milyen beruházást és mekkora beruházást szeretne, hisz ki az, aki nem szeretne a falujába atomreaktort építeni, ugye? Vagy plázát. De egyébként azért volt ez nem olyan nagy ötletés, mert ez összegy az szeretőség. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönetemet szeretném, nagyon nagy köszönet szeretném kifejezni dr. Juhász Tünde kormány megbízott asszonynak, hisz nagyon sok segítséget és pozitív hozzáállást kapunk a kormányhivataltól és a szakhatóságaitól. Higgyék el, hatalmas dolog az, amikor az ember haradnia kell előre, és olyan hatósági és szakhatósági emberekkel találkozik, akik pozitív hozzáállásukkal és nem kivételezésükkel, ezt hangsúlyoznám, pozitív hozzáállásokkal nagyon sokat segítenek a projektek megvalósításában, kivitelezésében és az árás szakaszában is, hogy mi az, ami még az elfogadható, és mi az, amit, na, ezt gondoljátok újra. Nagyon szépen köszönjük, kedves Tünde! Szeretném kérni Sári Zsoltot. Zsolti, hol lenne máshol, mint a Kürtös Kalácsosnál? Kedves Zsolti, igen, egy tapsot megérdemel. A műszaki ellenőröket képviseli, illetve a szigorú fölügyeletet képviseli Csengelén. Zsolti, nagyon szépen köszönjük, hogy vagy nekünk. Parkolót megtaláltad. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. További jó munkát kívánok a Csengelén. Kiris Tibort szeretném kérni, energetikai szakértőnket, őt nem láttam, ő lehet, hogy nem érkezett, nézek projektmenedzser úrra. Kis Ágoston, rehabilitációs szakértőnk, projektmenedzser úr látom, nem érkezett meg ide. Dr. Géci József, közbeszerzési referens, nem érkezett meg. Jégaszabó Rógvert, kivitelezés, lebonyolítás, kivitelezők, nem érkezett meg. És akkor a következő vendéget már látom, de azért ők egy tapsot hadd kapjanak, hisz mind tették a dolgukat, de nagy valószínűséggel valahova most elszólította őket a tettvágy, vagy a tennivaló kötelezettség. Szeretném kérni Székesi István, Székesi Pistit, gyere légy oly kedves! Nagyon köszönhetjük nektek a Gyémántecset VT-nek a nagyon szép festést, hisz mindenki építkezik, de a koronát azt mindig ti rakjátok fel az építkezésre. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt megállunk. Köszönjük, hogy értünk.
Bánok Gáspár, őnek köszönhetjük az alapozási munkálatokat. Projektmenedzser úr, látom, nincs itt. ANTS népegészségügyi főosztálya. Olyan nincs, kormányegyűlök. Itt vannak? Itt vannak. Akkor egy pontos nevet hadd kérjek már. Igen, a kedves kormány meg... nekem ezt írták fel. Köszöntjük a Csongrád megyei kormány hivatal népegészségügyi főosztálya. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Nekem ezt írták föl, jó polgármester azt írja, azt olvassa, amit leírtak neki. Nagyon szépen köszönöm. Nagy szeretettel szeretném ide kérni. Kedves Szilvia és a munkatársai. Igen, egy tapsot megérdemelnek. Íme a Csáki Leona, ő jelezte, ők voltak a megye részéről a projektnek a kézbetartója, projektmenedzserei. Ők mondták, hogy köszönik szépen, adjam át elnök úrnak üdvözletüket. Ő egy Interreg projektben dolgoznak most ebbe a pillanatban. Nagyon szerettek volna itt lenni, amikor elszólította őket. Szeretném ide kérni Berkec Józsefet, Health Team-et, illetve Kucsora Boglárkát. Berkec József projektmenedzser, Szabó Tíme a... ő volt a projekt asszisztens, illetve Kucsora Bográlka a jelenlegi projekt asszisztensünk. Hát igen, a jó projektes addig építette és addig tervezte, itt gondolok a Timire, a Hell Timire, hogy addig tervezte a bölcsődei, vagy a bocsánat, a védőnői részt, ameddig ő is babai áldások elé nem nézett, úgyhogy köszönjük szépen, hogy ennyire beleélted magad a munkába, jó sikerült, gratulálunk, hogy megnézted, hogy itt alkottál. Engedjék meg, hogy emléklapot adjak annak a két személynek, akik iránymutatása segítsége nélkül mi sötétben tapolhatózó átlag kivitelezők lettünk volna. Itt szeretném kérni Rényiné, dr. Tolontáli Renátát, doktornőnket. Köszönjük szépen a segítő szavakat, iránymutatásodat. El kell mondanom, hogy Renátával beszélgettük, hogy hát miért is lett ilyen nagy, és ez a plusz 15 millió forint, ez hogy is jön össze. Mondta, hogy ő csak egy kis szobát kért, egy 3 négyzetméteresen, csak a testület, amikor már ezt megkérte, akkor annyira hátra tulódott az épületnek a hátulja, hogy az összes építmény és összes szoba megnevelődött, de azt mondta, hogy ezt már mondjam el, úgy négy szem közt mindenkinek, hogy ezt már nem ő kérte, tehát ő csak egy kis kezelő szobát kért, csak ez a 10 millió, ez egy 15 millió egy kicsit túlszaladt, ugye? De azért nem baj, hogy ilyen lett. Köszönjük szépen! Kérném ide védőnőnket, Tóth Alexandrát. Nagyon szépen köszönjük neked. Ide van írva. Ne menj el, légy szíves. Mert szeretnék még ide kérni azokat a csengelejeket, akik mielőtt még átadtuk volna ezt az egész épületet, azelőtt már elkezdték szívüket, lelküket belerakni ebbe az épületbe. Kányási Krisztina, itt van-e közöttünk? Gyere, légy oly kedves! Máté Rita, gyere, légy oly kedves! Kornócin és Isák Mónika, gyere, légy oly kedves!
Rácné Sándor Orsolya. Orsi, nincs itt. Novák Katali. Kati, gyere légy oly kedves. És Szucsú Novák Csaba. Gyertek, légy szíves. Hogy miért kértem én őket ide? Nagyon egyszerű oknál fogva. Ha be fognak majd menni, a Gyémánt Ecset BT nagyon szép munkát végzett. Gyere, ó, megvárom. A Gyémánt Ecset BT nagyon szép munkát végzett, hófehérre festette a falokat. De ezek a csengelei anyukák, ők úgy gondolták, hogy ezt egy picit gyerekbarátabbá, egy kicsit kedvesebbé jó lenne tenni. Kívánom mindenkinek, hogy majd nézzék meg, és jusson eszükbe, hogy időt, energiát és munkát nem kímélve festették a 100 holdas pagonyt, fölfestették a falakra, és hogy milyen gyönyörűen sikerült. Én amikor megláttam, bevallom őszintén, én nem hittem el, hogy ez csengelei anyukáknak a kezének a munkáját dicséri. Nagyon szép. Gratulálok nektek, köszönöm szépen, hogy tesztek értünk, hogy tesztek azért, hogy szebb legyen a környezet, és kívánom még, hogy nagyon sokszor járjatok benne. Mónika, nézek rád. Te most egy kicsit oda voltál, ha most egy fél évig nem nézi este, azt nagyon szépen megköszönöm az önkormányzattól, de utána majd kezeljük a dolgot. Nagyon szépen köszönöm a munkátokat. Kérni. Sanyi bátyám, tegye már meg, legyen szíves, hogy közelebb jön, hisz a léleknek, meg a szemnek mindent adtunk, de a gyomornak még semmit. Sanyi bátyám, nagyon szépen köszönjük azt a finom túrósat, amivel minden egyes alkalommal megvendégez, illetve megörvendez bennünket. Bevallom őszintén, hogy most kértem Sanyi bátyámat, hogyha mód van rá, akkor a túrós süteményből legalább egy kockát rakjon el nekem, mert az önkormányzat átadóján csak hallottam, hogy volt, most már látom is, hogy van, de majd egy kockával szeretnék kérni, és amúgy meg, ha módod van rá, akkor csengelei tehén, csengelei legelő, csengelei emberfejte, csengelei feleség sütötte, és ha módjuk van rá, akkor köszönjék meg neki, mert nagyon szépen köszönjük, hogy ezt elkészítettétek nekünk. Köszönjük szépen! Köszönjük. Még egy szót, mert mindig azt mondják, hogy a csengelei polgármestere szereti hallani a hangját. Nem szereti hallani, csak annyi minden történik vele, hogy kénytelen közölni a körülötte lévő világgal. Én nagyon-nagyon sok boldog percet és kevés keserűséget kívánok ezen épület falai között. Kívánom azt, hogy védőnőnk, doktornőnk ezt nagyon-nagyon hosszú ideig tudja egészségben használni, és kívánom önöknek, hogy amikor bejönnek, akkor mindig legyenek büszkék arra, hogy csengelén laknak, hogy csengeleiek, és azt, hogy ilyen szép körülmények között tudunk élni. Isten áldja csengelét. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, ezek után pedig szeretném kérni Kovács Zoltán plébános urat, hogy szentelje fel az épületet. A szívünket a jó Istenhez is. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mennyei Atyánk, a Te csodálatosan megalkotott világodba nem terveztél betegséget. Mégis a bűn következtében az ember eltávolodott tőled, és megjelent mindenféle betegség kór a világban, amely pusztítja életünket. De te mindig támasztottál bölcs embereket, akik küzdenek a betegség ellen, akik gyógyítanak másokat, akik képesek megfigyelni a természet adottságait, és így segíteni az emberiségen. Eljutottunk most egy olyan korba, amikor már igen fejlett az orvostudomány. Arra kérünk téged,
hogy azt a tudást, azt a tehetséget, amelyet mi őseinktől kaptunk, ebben az épületben mi is tudjuk gyarapítani és gyakorolni. Áld meg az embereket, akik idejönnek, hogy egészséget találjanak, és a boldog életben együtt haladva járjuk életünk útját. Áld meg a gyerekeket is, a te ajándékaidat, akik majd ebbe az épületbe fognak jönni. Tekints rájuk, hiszen neked terved van az ő életükkel is. Magunk számára pedig kérjük, hogy testi-lelki egészséget, mindig hűségesek maradjunk hozzád, és a te áldásodban éljük életünket. Krisztus, a mi Urunk által. Két csinos mazsorettes hölgyet, hogy húzzák ki itt a szallagot a ajtó előtt, vagy itt előttem, a lépcsőn. A szallag átvágáshoz pedig szeretném kérni Kakas Bélát, Gémes Lászlót, dr. Juhász Tündét, Rényiné dr. Torontáli Renátát, Tóth Alexandrát és Kormányos Sándor polgármestert. Köszönjük szépen, aki szeretne, az kaphat egy darab szallagot, és ezek után pedig meg lehet tekinteni az épületet is belülről annak, aki szeretné. Köszönjük. Már rendelek hivatot szerintem. Mindjárt megyek.